Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és hogy mit fog tenni. Én mindig utána még kihúzok egy kártyát, hogy mi fűz össze benneteket. Ezúttal ez a kártya már itt középen látható, és mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható a képen, mint egy királynő. Megvan a büszke tartásod, uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Te vagy most az, aki kimutatja az érzelmeit, hiszen ez fontos lehet számára. Azon kívül ez a királynő jelenti az intuíciót, az inspirációt, és ez kihat a hivatásodra is egy spirituális területre, vagy a művészi területekre érezhető, hogy nagyon kreatív vagy. Most megnézzük az ő gondolatait. Itt kiesett egy kártya, és ez eltávolodik a kártya csomagból, tehát ennek most nincs jelentősége, mert ez le van zárva. Itt a múltról van szó, a gyermekkori emlékekről. Ezt úgy magad mögött hagytad, vagy ha ez az ő témája, akkor ő is maga után hagyta ezeket az emlékeket. Tehát ennek a kártyának most nincs jelentősége, hiszen kiesett a csomagból, eltávolodott. Ezért én megfordítom itt ezt a kártyát. Nem kell odafigyelni rá. És most megnézzük az ő gondolatait. Itt látható egy uralkodó. Az is lehet, hogy most ő uralkodik a helyzeten, mégpedig itt egy tolvajról van szó. Vagy valaki pénzt lopott el tőle, és ezeket a dolgokat kell intéznie, vagy valaki rabolja az idejét, az energiáját, és mint egy uralkodó most tud nemet mondani, nem engedi meg azt, hogy továbbra is így legyen. Amint a kártyák még jelenthetnek, hogy valaki más uralkodik felette, vagy megpróbál felette uralkodni, ez lehet egy férfi, de ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. És a tolvaj segít, hogy ezt a személyt eltávolítsa, vagy ezt a helyzetet, hiszen akkor védi magát, nem engedi azt meg, hogy mások uralkodjanak felette. És milyenek az érzelmei? Itt újra megjelensz, mint egy királynő, mindkét kártyán uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Ő érzi azt, hogy érzelmekkel közeledsz hozzá, de ő is aktív lesz, hiszen itt a tűz eleméről van szó a botoknál, és itt van több lehetőség, több irány. Az a fontos most számára, hogy rád koncentráljon, hogy lezárja ezeket a témákat, amikor megpróbál más valaki parancsolgatni neki, megbízik benned, megbecsül téged. Az is lehet, hogy tervez veled együtt egy utazást. És mit fog tenni? Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos mindkettőtök számára a biztonság érzete, és szeretnétek az alapokat kialakítani.
De itt van még egy szűkös helyzet. Viszont ez a főpap esküszik arra, hogy kiléptek ebből a helyzetből. Az lehet a munkahely, a család, vagy baráti kapcsolatok, vagy az anyagi helyzet meg fog változni, hiszen itt lesz egy új irány, megvan a bizalom, itt ez a kártya jelenti ugyan a szűkös helyzetet, de egy időben a felszabadulás érzetét is, és a hit segít abban, hogy ez tényleg így legyen, lesz akkor közeledés, vagy egy közös utazás. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!